Összes gyerek és... közül te vagy leginkább, vagy te vagy talán csak Rivalda filmem. Uh-huh. De ez minek köszönhető? Az első dolog az, hogy nem vagyok jó üzletember. Tehát, hogy... De ezt honnan tudod, buktásokat? Igen. Igen? Uh-huh. Mennyit buktál? Hát így olyan, amit így egyszerre, az kb. 60 millió. 60 millió? Igen, építőiparban. Így nem nagyon ment nekem az üzleti élet, az annyira nem voltam. Nem azt mondom, hogy hülye vagyok, vagy ilyesmit, hogy az nekem annyira nem működött. És van egy barátom, egy csepeli barátom, hogy én törzsőkeres csepeli vagyok, és így 2008 környékén mentünk a kocsival, és elkezdtem énekelni, hogy nem bírom el, sírni látlak, bukott diák. Csak így énekelgettem, nem tudom, pont ment, és akkor ránézett, azt mondta, te elnézte a francba, de hülye vagy? Mondom, mi van? Azt mondta, mit kilódsz itt ezzel az üzleti, belebuksz mindenben, nem vagy jó üzletemben, nem megy ez neked annyira. És akkor megpróbálkoztam ezzel a dologgal, a barátom noszolására, hogy azt mondta, hogy itt van valami benned, valami kis tehetség, úgymond. Mert egyébként azt tudod kell, hogy én így kezdtem, aztán lettem, hogy 6 éves, és lent a Galgai vízen nagymamámra, most visszatérve, elkezdtem ott játszani, teljesen autodidakta módon. Így van. Tehát egy improvba, és akkor ezt meglátta apu, én 6 éves lettem, és akkor azt mondta apu, hogy hát akkor ez van tehetségem, beiratott egy iskolába, egy zenei iskolába, amit egész jól kezdtem. Csak hát aztán ugye jött ez a problematika, hogy nem sokat, nem, olyan nagyon erős apai szigort nem kaptam. És bekerültem hát olyan csapatba, társaságba. De bűnözők közé? Hát nem azt mondom, hogy bűnözők, csibészek, jó? Ez nem, hogy nem, azért bűnöző az erős. Csibészek. De mit csináltak? Tehát volt egy csapat, egy baráti társaságom, akik ilyen csibészek voltak, és ebben a csibész csapatban én is beálltam, megpróbáltam. Sefteltetek, vagy mit csináltak? Nem, ennyire durvát nem. Zsírkirtát loptunk, basztus, meg fölmásztam a negyedikre egy Airmax cipőért, meg ilyenek, de komolyan tényleg. Tehát ilyen csibész dolgokat csináltunk, hogy legyen egy kis zseppénzünk, amire egyébként semmi szükségem, attól függetlenül, hogy nem voltunk tehetősek, de nem lett volna semmi szükségem. Ebből akarom kihozni azt neked, hogy ezért sajnos a zenei pályafutásom ott, idézően a pályafutás, így abban maradt. És az apu az látta bennem, hogy van benne muzikalitás, de nem érdekelt a dolog.